Sziasztok, Jöci vagyok, Jöci. Itt van velem, Hanti. Sziasztok. Hetente új adással jelentkezik a két régi vágású amatőr filmfalú. Sziasztok, Jöci vagyok, itt van velem, Hanti. Sziasztok. És az egyik kedvenc karácsonyi filmünk, franchise-et beszéljük ki. Halálos fegyver. A legjobb, kötelező. 34 évvel ezelőtt jelent meg az első rész, 1987. 7-ben, igen. Na most gyerekek, azt kell tenni, hogy szerintem nekem annál nagyobb number van, Buddy Cop, film, 90-es évek, mert ugye én akkor láttam. Nincs, tehát nekem ez az all time kedvencem. Ez bármikor nézhető, egyébként a Film Pluszon rendszeresen adják, ilyen csúsztatásokkal most ment le a 3-4, hogyha esetleg valaki nem látta, nem gondolnám, hogy nem látta bárki is, mindenki látta szerintem, vagy tudja, hogy mi ez. De egy nagyon jó hangulatú film, aminek az 5. részét kezdték tervezni. Sajnos a rendező meghalt, ugye ebbe az évbe, úgyhogy most így a rendező kérdés maradt fent, de már beleegyezett egyébként Danny Mel Gibson is, Danny Glover is. Na de vissza 87-be. Aha. Ez a film, aki nem ismerné, Martin Riggs egy vietnámi veteránt játszik. Igen, aki zsaru lesz. Aki zsaru lesz. És a felesége egy balesetben meghal, és összetörik az ember. És teljesen leamortizálja magát, egy lakókocsiban él. Igen, ilyen adrenalin, tehát a munkájában is inkább ilyen adrenalin huszárnak mondják, hogy direkt keresi azokat a konfliktusokat, amik lehet, hogy a halálhoz vezetnek. Így van. Öngyilkos tehát hajlamai vannak, és minden egyéb. Van saját preparált golyója, amivel fejbe akarja mindig lőni magát, de nem tudja megtenni valamiért. Miközben alkoholmámorban nézi a felesége képét. Igen, tehát egy kicsit össze van törve emberünk. És társul kapja őt, Danny Glover, a nyugdíj előtt álló, rendben, patinánsan élő családapa, szép család, három gyerek, kertváros, jó beosztás. Igen, tehát tényleg egy tisztes nyugdíj, semmi gond, és megkapja őt. Tehát ezt a... Igen, Martin Riggs és Roger Berto, ugye a karakterek, amiket játszanak. Igen, elég sok ikonikus mondat is van, születik ebből. Az öreg vagyok én már ehhez. Ugye a How I Met Your Mother-ből a Murtolista, ugye? Igen, tehát ez ugyanúgy megvan, hogy amilyen dolgokhoz öregek vagyunk, öreg vagyok én már ehhez, hogy futonágyon aludjak, hogy fülbevalót hordjak, hogy révpartiba menjek, hogy futkos. Tehát ez ugyanúgy a Murtolistán van. De tehát nagyon kellett a nagyon. Murtol mellé a Martin Riggs, mert hogy ő már, hogy ő meg abban a korban volt, hogy ő már lassan nyugdíjba megy, de ő még érzi magában a tüzet. Igen, még azért nem, igen, még nem akarta még lezárni, tehát nem érzi lezártnak még a pályáját. De annyira nem akar átesni a ló túloldalára. Igen, tehát meg akkora híróba nem akarja tolni, mint a Martin Riggs, mert ő meg ugye adrenalin huszár, és ő belemegy a nagyon kényes helyzetekbe is. Tehát ő a családját miatt meg nem akar annyit kockáztatni, de valahogy mindig belekeverednek a legnagyobb kalamájkába. Mindig. És hát az első rész az ő surlódásukat, az hát ő... Hát így az összecsiszolódásuk, igen. Igen, igen. Ami nagyon érdekes, a filmmel kapcsolatban, Richard Donner rendezte. Igen, ő a rendező, halt meg sajnos, nyugodjon békében. És a forgatókönyvet nem más írta, mint Shane Black. Igen, az viszont érdekes, mert Shane Black azért ehhez a vonalhoz nagyon sokat ért. Nagyon. Tehát nagyon, ezt nagyon érzi. A Buddy Cop Movie-nak a... Igen, tehát a Vasember 3 rendezője, hogyha valaki úgy nem hát tudná. És ez nem túl jó. Igen, Dur Csók egyébként, hogyha jó filmet mi akartok nézni. A Russell Crowe-sa. A Rossz fiúk. Rossz, az is jó volt. Igen. Az az igazság, hogy ő baromi jó forgatókönyvíró, de nem jó rendező. Igen. Az új Predátort is ő rendezte, olyan boldogan ültem be rá a moziba. Egyébként szerepelt is a Predator első részében a Shane Black, hát az se lett éppen egy nagy... Igen, tehát ez is olyan annyira, az is ilyen Buddy Cop-os feelingje volt az egésznek, csak itt a kommandósokkal volt a Buddy Cop életérzés, ez a haverozós meghódítjuk a világot érzés, de na, a halálos fegyver sokkal jobban el van találva. Meg a hangulat, tehát gyerekek, ha most tudod, vannak ezek a szakszofonos zenei bejátszások, ezek a füstös... Az átvezetések. Jó, mondjuk ez egy 87-es film, tehát... De még mindig jó, mert de most jól esik ilyet nézni. Igen, tehát nézhető. Ugye itt arról szól az első rész, hogy egy fiatal csaj öngyilkos lesz, és ennek az ügyét dolgozzák ki. A Murtót azért érinti nagyon, mert a lányával egykorú volt az áldozat. Igen, és az egyik katonatársa, volt katonatársának az egyik lánya,
aki mint kiderül egy ilyen, hát egy ilyen heroin szállító hálózatnak a befolyása alá került, és ez miatt, ugye mivel az apja bankja most a tisztára a pénzt, ez a, hát az Árnyék Brigád néven futottak. Igen. Tehát az Árnyék Brigádnak ezért ölték meg a lányát, hogy továbbra is mossa a pénzüket, és ugye természetesen Árnyék Brigád kommandó, a Rix meg Elit kommandó, tehát ott van egy kis tűz, és ott ugye a tetoválásból például, amikor felrobbantják a eszkortlány házát, ugye a Dixinek a házát, akkor így kérdezik ki, a kisgyerekek meg látták ott a szerelőt, aki bement oda, aki ugye a robbanás előtt ott volt, és ugye rájönnek, hogy C4-jel robbantották, és akkor utána így a Rixnek a tetoválását látta, hogy ő Elit, egy ilyen kés és általán kígyóval, és akkor mondta, hogy ilyen volt a tetoválás, hogy biztos, hogy ezt láttad, és akkor mondta, hogy figyelj, ez kommandósok, C4, ez katonai akciónak felel meg. Igen. És nyilván a film végére baromi jól összecsiszolódnak, a Rix végre tartozik valahová, a Mörtó családjához. Igen, tehát ők az új családja, akik segítenek neki átlendülni ezen a depressziós családtag időszaken. Családtag lesz ott. Igen, Rix. Tehát látja, hogy tartozik valahová, van valaki, nem csak a kutyájához megy haza, úgyhogy tényleg nagyon jól el van találva ez, meg nagyon jó a hangulata, amit visznek tovább, és a második részben ezt tovább fokozzák. És a második részben egy nagyon nagy színészt hoztak be harmadiknak. Persze. Joe Pesci, gyerekek. Tehát az nagyon-nagyon. Akkorát játszik az ember, mint Leo Getz, hogy beszavás. És megtartották ugye a rendezőt, Richard Donnert, producernek is ő volt benne. Hát Shane Black-et kicsit félre rakták. De benne van még, de... De már nem ő viszi ezt a vonalat, mert egy kicsit túl kellett licitálni az előző részt, tehát itt is azért fejlődni kell a karaktereknek, meg az akciójeleneteknek is, és egy picit más irányba kezdtek el mozogni, ami jót tett a sorozatnak. Nagyon nagy dinamika, mert ugye itt el kellett már hagyni az összecsiszolódást. Igen, tehát itt már egy közös ügyet kellett, hogy úgy vigyenek, hogy teljes jogú társként, nem csak az egyik a másikkal csiszolódik. Igen, és egy szövetségi tanú tulajdonképpen Joe Pesci karaktere, Leo Getz, őt kell megvédeni. De ő egy hatalmas fék, akkora színész. Nagyon nagyot alakít a Joe Pesci, tehát azért ő azért Oscar-díjas színész, tehát azért ott van a szeren az ember, vagy Oscar-jelölt színész, tehát azért nagyon ott van a szeren, de maffia filmekben, akár vígjátékokban, ebbe egy viccesebb figurát hoz. Egy ilyen... Egy nagyon nagy agyú... Egy púgot a hátom. Igen, de egy ilyen elintéző ember, ő valójában egy könyvelő, aki nem is tudom, $2 milliárd narkos pénzt. Hát ugye igen, mert ugye arról szól, hogy van az üldözés a BMW-vel a film elején. Igen, igen, igen. És olyan ékszeretet, ilyen aranypénzt találnak. Igen, Krugerrandot visznek. Igen, igen. A dél-afrikai aranypénz. Igen, amit ugye nem, amit tiltott Amerikában. És ugye tanul lesz tulajdonképpen a Leo Getz, Joe Pesci, a nevével az összes poént elsütik, amire gondoltok. Ja persze, minden. És a második rész legendásabb, és itt próbálom a fiatalabb hallgatókat bevonni, hogy nézzék mindenképp meg, a klotyóbomba. Igen, az egy nagyon jó, az egy nagyon nagy jelenet. Tehát itt olyan, elmész reggel elintézni a dolgodat, tekernéd le a WC papírt, és oda van írva, hogy boom. Szegény Mörtó, az öreg Mörtó őrmester szívja ezt meg. És hát mozgás érzékelővel betesznek egy bombát a klotyóba, a WC-je alá, tehát az ülőkéről feláll, fölrobban. Igen. Amikor ott vannak a kollégáid, a barátaid, minden, te meg letolgatjával ülsz a budin 2 órája, elzsibbat lábakkal. Igen, mert ugye itt úgy azt kell... A horgászmagazin. És akkor mondta, hogy valójában ott elkezdik ölni, ugye ez egy dél-afrikai követségem dolgozik, egy olyan nagykövet, aki bűnő, hát aki rosszat fát tesz ugye a tűzre, és elkezdik a zsarukat kinyírogatni, hogy akik bementek hozzájuk egy illegális házkutatásra. Ugye diplomáciai mentességük van. Ezt akartam mondani, ez a film nagyon nagy... Ezt nagyon sokszor lesz. Visszahozzák. És a végén is. És azért is van az, hogy elkezdték, egy 4 rendőrt megölnek, és azért is van az, hogy a Rixet szétlövik a lakókocsiját, de nem olyan szolidan, hanem helikopter, és fél, mint a háborúba. Dara. Ledarálják a lakókocsit,
És akkor onnan ő elmegy a Mörtóhoz, és mondta, hogy hát a Roger nem veszi fel a telefon. És akkor kimész, és akkor ott bemegy a lakásba, tényleg pisztolja, hogy akkor ott van valami, és utána így nézi, hogy hát én itt ülök. Azt mondta, most először az életben nincs itthon a család, nem nyitogatják az ajtót a gyerekek. Azt mondta, leülök a WC-re, a kedvenc horgászmagazinommal. Azt mondta, oldalra nézek, és ezt látom, bum, meghaltál. Hát most mit csinálsz itt szó? És mondja Rix, hogy hú, azt mondta, csak ennyi a baj? Hát azt hittem, hogy valami más van. Hát figyelj, én itt ülök már órák óta, nem merek elgémbe. Nem volt még akkor mobil. Persze, nem tudott oda csörögni rá a mobilon, hogy te figyelj, gyertek, mert itt van valami, és akkor megnézem. És így megnézés valójában ott a tartály alá, oda a földre be van rakva egy C4-es bomba, amivel ugye végigrobbantnak. És így néző, hogy hát ez nagyon gáz, ki kell jönni a tűzszerészeknek. És akkor mondta, hogy Martin, azt mondta, most tényleg ne kürtöld szét, nem szólj senkinek, a titkos csatornán hívd őket. Jó, kijönnek a tűzszerészek, a fiúk, kijönnek, megcsinálják. Jó, de ne kürtöld szét, jó, ne tényleg titkos csatorna, ne se. És figyelj, vágókép, és tűzoltók, mentő. Figyelj, az három... egész kerület le van zárva. Mindenki le van zárva, az egész kerület le van zárva, 300 ember kint a verandán, érted, várnak, és mind néznek. Igen. És a pszichológus nő, aki egyébként egy visszatérő karakter. Aki Rixet kezeli, ugye miatt a halálszomja miatt. Igen, ez a posztraumás stressze miatt, meg ugye az egész próbálja meggyógyítani, de a Rix meg szivatja. És akkor mondta, hogy így megy, figyelj, nincs olyan, amit én nem láttam, segítek, átlendítem az embert ezen a periódusán, és mondta, hogy figyelj, jó, nem látott még ilyet, ne menjen be. Ja, le van ponyvázva, de 100 ember biztos benn áll a lépcsőn, igen, tudod? A WC előtt az embernek, és a fürdőszobája előtt, és így néz, hogy jó, nincs olyan, amit én nem láttam, és így megfogja, jó, hát maga mondta, ezt jegyezze meg, és akkor elhúzza a függönyt, és így nézi a Roger, és így le van takarva a lába, hogy itt egy szápből a WC-n, és így csinál. Csak így benéz, na jó, én megyek, és akkor elment. El lett küldve. El lett küldve, nagyon jó. A diplomáciai védettség azért egy nagyon-nagyon visszatérő duma lesz a végén. A szörfdeszkás halál is. Igen. Tehát, hogy fokozták ezt a body cup jelleget a filmben. Akciójeleneteket, a szivatás. Egy igazi haverfilm. Igen, mert itt már a második részre már ismertük a karaktereket, és lehetett feszegetni a határokat jobban. Egyébként ezt elfelejtettem mondani, hogy tudod, ki szerezte mind a három filmnek a zenéjét? Nem. Eric Clapton. Az jó. Hát azért az nem volt. Igen, Slow Hand, de azért nem. Azért az ott nem gyenge. És ugye itt nem volt nagy különbség a két rész között, mert ez 89-ben jött ki. Így van. A hármasra kellett várni többet, 92-ben jött a Halálos Fegyver 3. Nagyon szeretik, a mai napig szereti szerintem mindenki ezt. Így nem volt kérdés a harmadik rész sem, ahol megtartották Leo Getz karakterét, azaz Joe Pesci. Persze, aki már fejlődött, és ő ilyen mindent elintéző, ilyen, nem is tudom. De a gyerekek a házvételtől át az autóbérlétre, mindenhez is. Ő ingatlan ügynököt játszik, igen, ingatlan az ügynököt. Lett végül, igen. És a harmadik részbe próbálták, és zseniálisan fel van építve az összes karaktert, ide megint behozták, vagyis megint behoztak egy új karaktert, egy nőt, René Russo-t. Igen, aki egy belső ellenőr rendőr, tehát rendőr a belső ellenőrzésnél. Ugye a rendőrök nem szeretik a belső ellenőrzést, ugye utálják őket, ezért ő elkezdi cseszegetni a Rixet, ugye egy közös ügyön dolgoznak, hogy a fegyverek hogy kerülnek ki az utcára, azok, amiket a rendőrség lefoglalt, és ugye ezzel a nyomozással kapcsolatban így szépen így elkezdenek összeboronálódni, mivel hogy a rendőrnő, aki kemény rendőrnő, nincs MeToo, LMBTQ, és semmi, egy kemény nő, aki nincs túltolva, és ugyanolyan stílusú, mint a Rix. De nem a halálvágya miatt. Nem a halálvágya miatt, hanem a stílusa, a verekedés, a sebb helyek, a olyan nagyon jót hoz a René el, amikor kicsit romantikusan összejönnek, hogy úgy kezdenek el vetkőzni egymásért, hogy mindenki mutatja, hogy milyen fegyverből, milyen golyót kapott. Ez egy 82-es? Ó, nagyon szép, néz nekem, van egy 70. És mutogatják a golyónyomokat, meg a vágásnyomokat egymáson.
Igen, és így mutatja, hogy ez itt mi? Azt mondja, nézd meg, itt végighúztak az utcán. Azt mondta, milyen kis sörtés, és ez mi? És ez gyönyörű, ez nagyon szép. És így mutatja a nő, hogy hát itt átment sörétes puska, átlőtték az oldalamat. Ki is jött, hát ez nagyon szép, ez nagyon szép. És akkor, és akkor utána itt egy kicsit átcsúsznak, és akkor ott a nő már próbál, egy kicsit érzi, hogy sok, és akkor pont mikor a X meg akarja mutatni, amit a második részben szerzett, ugye amikor tényleg egy nagyobb rugós kést átszúrtak a lábán. És ugye az tényleg egy ilyen ikonikus jelenete az egésznek, amiben kiderül egyébként itt visszatérve, hogy a feleségét az ölte meg, az az ember ölte meg. Igen. Azért, mert akkor is beleköpött a levesükbe még a régi munkahelyén. Tehát érdekes dolgok vannak, meg átmenetek vannak, de visszatérve itt a harmadik részre, itt is egy volt zsarur ilyen bűnszövetkezetét buktatják le, és nagyon jól össze van rakva, vicces egyébként, pörgősebb szerintem a hármas, mint a többi. Igen, és nagyon, tehát nem lapos a három, tehát megnézitek, első rész a csiszolódás, második rész az ő barátságuk, és a harmadik részben René Russo nagyon kellett, hogy a Rix is valahogy helyre kell, hogy egy társat találjon, egy olyan beteg nőt, mint ő. Igen, és akkor ezzel így el is indul az a vonal, hogy mindenkinek megvan a kis saját családja, élete, és utána, hogyha a kutyája, ugye szereznek egy kis rottwellert, az is egy állat, igen. Meg nagyon sok olyan poén van benne, hogy ugye próbál a Rix leszokni a cigiről, és a dohányzásról, és ugye megfogja, és ott a kis kutya, van egy kis kutyája a Mörtóiknak, és eszik a kutya ropit. És ugye megfogta, és jó van, akkor edd ezt. És jó van, oké. És elkezdi, és utána tényleg végig azt teszi, ezt a kutyaropit. A Rix is csak mondta, hogy jó ez? Hát jó, de majd megdöglök egy Staubert. És akkor ott is, amikor mondta, hogy csinálja a hamburgert. Igen. És akkor így mondta, hogy mit csinálsz? Mi az? Cigi? Ez a rákcsád inkább ezt a hagymát. És azért a Marty Rixet azért a játszó, gyorsan akartam mondani, Mel Gibson, azért ebből látszik, azért bevállalós csávó, jó, van baj a fejében annak is, mert azért lehet olvasni a privát dologról, meg a Hollywood kilökte, most már azért visszafogadgatták, de voltak antiszemita megnyilvánul esemény egyéb, és ott például így megfogja, és tényleg odadott neki egy hagymát, amiben azért próbáljon valaki beleharapni egy vörös hagymába, egy ilyen hogy beleharap a vörös hagymába ugyanúgy, és akkor edd ezt. Azt mondta, le akarsz szokni a cigiről, segíts neki. És akkor ott is véletlenül, ugye ott is a rossz társaságba keveredett a fia barátja, és akkor azzal a fegyverrel lőtték le, ami után nyomoznak, és ebből is lesz egy családi dráma, ami teljesen jól át van vezetve, mert utána a rendőrök bosszút is akarnak már állni. Tehát nagyon jól meg van csinálva az egész, hogy tényleg ott egy ismerős kölyök halt meg attól a fegyvertől miatt, mert valójában ők a Mörtóra, vagy a Rixet leütötték, és tüzeltek is rá, tehát a Mörtóra, és a Mörtó lelőtte. De nem tudta, hogy a Daryl az, tehát a fiának a volt barátja, vagy barátja, és utána így elkezdik durvára váltanak nyomozásba, ahogy szoktak. Ugye itt is egy benzinkútrobbantással kezdődik, vagyis egy házfelrobbantással kezdődik a dolog, amiben természetesen a Rix bele... A macska túlélte. Igen, tehát ami természetesen a Rix belehúzza. És ott is úgy kezdődik, egyébként hasonlóképpen pörgősen, mint az a kettő. Uh-huh. Hogy oda mennek, és akkor így mondja, hogy jó, mi ez? Hát bomba van az autóban, meg minden. Hát jó van, bemegyünk, megnézzük. Nem, hát mindjárt 10 perc, és itt vannak a tűzszerek. Hát addig ez már fölrobban, hát bemegyünk, megnézzük. És akkor mondtam Roger, mert ott is nyugdíjba akar menni. De már most... minden részben, ugye tegre jobban közeledik a nyugdíja. Persze, hogy próbál megint az új nyugdíjkorhatárba beüzni, és megint ne. És akkor bemegy a Rix, és mondta, hogy hát semmi, pöccentsük be a Verdát, és akkor... Szóval pöccintsük be, hát ebbe a közegbe te ne beszéljenek rá, úgyhogy be ott van a bomba. Tehát ez nagyon jó, meg van csinálva, és akkor kinyitja, és elvágja a drótot, ugye? Nem ért hozzá. Nem ért hozzá semmit, és akkor először ráugrik egy macska a kocsira, és akkor utána mondta, hogy jó, hát figyelj, megnézzük, hát most melyik drótot, elvágjuk a drótot, elvágjuk a piros drótot, és kész. Lesz valami. Lesz valami, és megfogja, elvágta, és akkor, na, életben vagyunk? Életben. És mi legyen? Így csinál. Fogd meg a macskát. És futás, fölrobban a hely. Tényleg egy hát egy ilyen olyan jellegű parkolóház, ami ilyen 10 emeletes magasságú. Tíz parkolóház. Nagyon, nagyon nagy. És akkor utána így leülnek, tényleg tiszta por, mindegyik ülnek, fogja a macskát, és aki kihoztak. És akkor így mondta, hogy egy perc, tényleg ez a leülnek, és így jön a tűzszerészek autó, így.
titt, bejön. És akkor kiszállnak a tűzszerelők, oda néznek, és így mutatják, hogy ők voltak. És akkor visszahelyezik őket valójában ilyen közlekedési járőrnek. Hát! Abból is nagyon sok vicces dolog van, mert megállítanak például egy embert az utcán, és akkor mondta, hogy hé, nem a járdán ment át. Szóval miről beszél? Mondja Mörtorixek. Hát miről beszél? Hát nem a járdán ment át, gyere, állítsuk meg itt. Mint csinált, mi az, hogy nem a járdán ment át? És oda megy, és így mondta, hogy maga álljon meg itt. Azt nem a járdán ment át, bírságot kap. És így sem várjál, hogy kezd kitölteni? Nem tudom, nézze, és hogy lenyis itt az olvasó szemüvege. Hát gondoljátok, hogy milyen poén dolog, hogy oda jönne két rendőr, és itt elkezdenek azon vitatkozni, hogy kell kitölteni a bírságot, tudod? Á, nagyon komoly a dolog, de ott is természetesen... És a film végére ugye Rix élete kicsit helyre kerül ugye a René Russo karakterével, és eltelik, azt mondja, hat év, és a halálos fegyver 4 érkezik. Igen, ott ez már 98-ban. 98-ban járunk. Fú, de öreg vagyok. Na, mint és ezt én moziba láttam. Hát fie, hát az is lehet még akár. Itt szupergonosznak, hát behozták Jet Li-t. Itt ugye a kínai maffia triádokkal van a vitázás, meg ugye alapból a konfliktus. Úgy már az elejétől úgy is indul, hogy valójában ők pecáznak. Igen. Leo fog egy cápát. Igen. És ugye ott, hát ők pecázgatnak, és elmegy mellettük egy hajó, és kiderül, hogy az egy ilyen rabszolgahajó, idézőjelesen rabszolgahajó, amivel a kínai menekülteket csempésznek be, és eladják őket, mint rabszolgát. És ugye a Roger megment egy családot, és ebből van a konfliktus. Úgyhogy nagyon... Lesz is, beköltözteti magukhoz. Ja, beköltözteti magukhoz, ugye, mert kiderül, hogy ők, akkor már a Lorna terhes, igen. Ugye akkor már jön a gyerek. René Russo ugye a felesége, de még nem kerül szóba a házasság, ebből is van konfliktus, miért nem akarja elvenni, ugye még az első felesége miatt. Úgyhogy nagyon jól ott is az érzelmi szál is nagyon rendben van, az akciós szál is tök rendben van. És Chris Rock. És Chris Rockot behozzák, mint új rendőr, Butters nyomozó, aki a Leo-val való konfliktusok nagyon jók, meg ugye, mivel hogy a Martin Riggs tudja, hogy ő a Ryan, a Myrtle lányának a pasia, férje, már, mert ugye titokba elvette, és tőle is jön a gyerek. És mondta, hogy az elején ott is természetesen pörgősen indul, és itt is úgy derül ki a történet, hogy a Rix meg behűíti a Myrtle-t, hogy rád van indulva a srác, vagy ugye próbálja egy kicsit összebarátkoztatni, mert mondta, hogy a Roger utálja a rendőröket, tehát a lányát óvta a rendőröktől, hogy ne legyen... Világ életében. Úgy nevelte. És erre meg összejön egy rendőrrel, és teherbe is esik tőle. És hát titokban összeházasodnak, erről mindenről tud a Rix, de... Mindenki tud róla, a Rogeren kívül, tehát a Mörtörnösteren kívül, és ugye azt mondja neki, hogy a Chris Rock rá van indulva. Így csinál, hát mint pasi a pasira. Mondta, hogy tényleg? Na jó, de itt az LMBTQ kanyarban nem se, volt még. 98-ban sehol nincsenek. És ugye úgy van, hogy ez sem úgy van pusolva, hogy sok, és ott a Liogecen nagyon jó szóváltásai vannak a Chris Rocknak. Nagyon. Hát az, mikor megáll mögöttük, követi őket, és ugye a Chris Rock hátul ül. És akkor így mondta, hogy hello, na mi van Leo? Azt mondta, kiszúrtatok? Hogy gyakorom a rátapadást, a követést. Azt így csinál, hát ki ez a sittes, akit bevisztek? És így mondja, Chris Rockot, azért van duma. Így csinál, sittes? Ki? Hát ki lennék? Én sittes? Azt azért, mert egy rendőrautóba ülök hátul, azt mondja, mi lennék? Öltöny van rajtam, azt mondja, mi lennék? Könyvelő egy utcai gengben. És akkor mondta, jó van, nem akarom mondani. Hát figyelj, hogy mondja, hogy ja, hogy dolgozunk majd mi még együtt. Mondta, hogy dolgozunk majd együtt. Jó vagyok a srácokkal, én vagyok szuper zsarú, érted? És akkor így mondta, hogy hát akkor dolgozunk majd mi együtt, mikor kerti törpe üzletet nyitok seggfejkém. Azt így csinál, ne kerti törpe, nem seggfejeztelek le. És tök jó hozza a Joe Pesci ezt a főháborodott arcot. Nagyon. És igazából a negyedik résznek spoilermentesen úgy van vége, hogy a Rix apuka lesz, és férj, a Myrtle meg nagypapa. Igen. És akkor ezt gondolták így a végének. Igen, de hát itt pedzegették már nagyon régóta az ötödik rész, most már valójában leszerződtek, de a Richard Donner halála miatt valószínűleg kicsit csúszni fog,
vagy lehet, hogy nem is valósul meg. Reméljük, hogy megvalósul, mert egy ilyen nyugdíjas századosos történetet még simán elnéznék tőlük. Ami egy kis érdekesség, hogy 2016-ban sorozatot készítettek belőle. Igen, ami egy új vonal. Damon Wayans-el, akiket mi tudjátok, a Wayans családos, simán. Mi nagyon csípünk. Igen, Wayans családos adásunkat nyugodtan hallgassátok vissza, ott egy kicsit jobban kifejtjük a családfát. És őt tették meg Roger Moore-nak, de a korhoz hülyen igazították a dolgokat. Igen, tehát egy modern... volt, nem volt még olyan idős, hogy nyugdíjba menjen. Aha. Tehát a leszázalékolás miatt mehetne amúgy nyugdíjba, a felesége aha. jól keres, szívműtét nem stresszelhet. És Clay Griffordot választották Martin Riggsnek, ugyanazzal a felállással, mint ugye az első részben, hogy meghalt a felesége, szomjazza a halált. Isten ilyen átültették a, szerintem a modern korba. Nem volt az a nagyon szoros, nagyon jó kötelék, de azért 30 év távlatából nem lehetett volna jobban persze kihozni. Nem, meg nem is annyira, nem úgy működött azért a kémia a két sorozatban baromi jó. Azt kell róla tudni, nagyon ajánlom, tehát tényleg aki az első évad teljesen hibátlan. Igen, aki a mi korosztályunk, azért az látott jó pár B-akciófilmet. Ez olyan fasz akciófilm, jó dumák, jó szövegek, jó zene, pörgős akció, csak hogy a való életben a Martin Riggs-et alakító Clay Crawford egy elviselhetetlen pöcs volt, összeveszett a stábbal, a Damon Wayans az alkalmazottakkal, az asszisztensekkel, hát ő egy ilyen... Hát egy nagyon toxik faszi volt. Igen, tehát rá valójában lehet, hogy bennmaradt a karakterben nagyon, csak hát ez így nem ment, tehát főleg úgy, hogy ő is rendezett részeket. Ebből lett egy nagy sárdobálás a Damon Wayans-szel, amikor a Wayans kitett olyan képeket, ami megsérült a feje a forgatás alatt, mert nem volt jó a biztosítása a felvételnek, meg a kaszkadőrjelentek is párat megcsináltak ők is, nem a durvákat, és ebből lett egy nagy sárdobálás, de az obszcénitás szintjén ment már, tehát a anyázásig mentek a Twitteren, meg a nyilatkozataikba, és az lett a vége, hogy lecserélték ugye az embert. És onnantól ugye Martin Riggs karaktere megszűnt, de nem egy rossz embert hoztak be, ugye a Stiflert játszott. Igen, Sean William Scottot. Igen, én már ott abból a szériából nem láttam, mert az már nekem nem... halálos. Igen, mert a Stiflert meglátod, és azt mondod, hogy nem. Tehát igen, de lehet, hogy jó volt a sorozatban. Tehát, hogyha ezt nem egy halálos fegyvernek akarták volna eladni, hát akkor lehet, hogy ment volna, de hát ennek a sorozatnak vége is lett, és várjuk az ötödik részt. Igen, tehát valójában így megnézzük, hogy legyen, hogy sikerül-e Richard Donnernek a szellemiségében folytatni az egészet, mert valójában, amit nyilatkozott egyébként a Variety-n el tudtok olvasni, az egyik producer is nyilatkozott, meg Danny Glover is nyilatkozott, hogy valójában a forgatókönyv már kész. Hát és idősek már. Idősek már, tehát nagyon sokáig nem tudják húzni, de Danny Glover egyébként eléggé aktív ahhoz képest, mert ugye ott szerepelt az Orvlőészbe utána, ugye Mark Wahlberggel, szerepelt a Nagypapa elszabadulba. Fűrészbe is volt az első. Ja, tehát azért úgy szerepelget úgy óvatosba, tehát ő ahhoz képest olyan, mint Samuel Jackson, hogy kortalan. Tehát őt simán be lehet rak, simán el tudnám képzelni. Hát ugye Mel Gibson meg most már azért virágzik fölfelé. Ő Mel Gibson maradt. Ugye Mel Gibson maradt, tehát ezen nincsen gond, most azért a Feláldozhatók ugye a harmadik részében szerepelt. De milyen szerepelt. Jó volt benne? Jó volt, nagyon jó. Hozta meg a boss fightban most ugye volt a boss levelben volt a Richard Grillo-val, nem Grillo, Frank Grillo-val, ugye a Crossbones-szal. Ő volt a főgonosz, az egyik, egy ilyen idővisszapörgetős történetről van szó, de poén egyébként. Abban játszott legutóbb, amiben láttam. Figyelj, ő még simán le tudná hozni azt a Marty Riggs-féle karaktert, meg ugye amit mondtak a negyedik részben, és hogy szugerálni fogom. Bírjuk még a gyűrődést, és nem lesz aranyerem, és bírjuk még a gyűrődést. Tehát ez simán belefér, tehát itt attól függ, hogy majd ezt reméljük, hogy tető alá tudják hozni, és tényleg egy jó kis filmet kapunk. Úgyhogy várjuk sok szeretettel azt is, de addig bármikor lehet nézni bármelyik halálos fegyverrészt. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok! Köszönjük szépen. Sziasztok! Ez ismerős, ez nem ismerős. Akkor a spoilert lőttem magamnak. De én bizakodó vagyok. Teljesen jó az irány. Nincs DC függőségünk, csak 51%-ban vagyunk DC-sek. Isten király sorozat. Nagyon eltalálták.
Ha szeretnétek is, kérjétek, nyugodtan írjatok a Facebookon. Nagyon jó csinálta. No. Én az a típus vagyok, aki megérkezik. A lényeg az az, beforranak a sebek. Nagyon mást én sem tudok mondani. Hogy egy korábbi, nagyon megszólítottam értelem. Oké. Tehát, hogy én... Ez nem úgy működik ám, hogy a jégvarázs az csak karácsonykor megy. Az úgy van, hogy az mindig megy. És ezeket nem úgy kell beharangozni, hogy egy pilot lemegy, pár jó rész, lesz, az nem. Jó lesz, vagy nem.